Lánya van, de nem madár, repülőgép a mélyen, szélrepíti az a gépe, így ül a ház tetejére. Ház tetején sok adót, megnézi a rádiót, belebúj a telefonba, lisztet rendel a maromba. Idén is megrendezték a téli rege versmondó versenyt a Petőfi Sándor általános iskolában. Az eseményen középsős és nagycsoportos óvodások adhatták elő az évszakhoz kapcsolódó megtanult verseket, cserébe pedig természetesen nem mentek haza üres kézzel. A versenyről Vadászné Kovács Katalin pedagógust, szervezőt kérdeztük. Második alkalommal kerül megrendezésre a téli rege versmondó versenyük, ahová óvodás gyermekeket várunk, középső és nagycsoportos gyermekeket, immár második alkalommal, nagy szeretettel, és az előző héten egyeztettem az óvónőkkel, és úgy néz ki, hogy 20 gyermek fog érkezni, nagyon sok a beteg gyermek, úgyhogy van olyan óvoda, akik nem is tudnak indítani, de mi nagy szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik ma részt vesznek ezen a versenyen. A zsűri tagjainak, akiket fölkértem, azoknak segítséget hoztam, mert beleírtam egy táblázatba a gyermekek nevét és a vers címét, ezzel is megkönnyítve majd a helyezéseket és a kategóriákat. Az első három helyezett azt majd ők elbírálják, de mivel látjátok, nagyon sok díjazásunk van, külön díjakat is szeretnénk. A legszebben, a legbátrabban, a legodadóbban mondó kategóriákat találtunk ki, és majd így fogjuk díjazni a gyermekeket. Mert a vers magában egy világ. A vers zene, a vers mi vagyunk magunk, a vers a létünk, az identitásunk, a verset nem fejből, hanem szívből mondjuk, és nem szépen, hanem bárhogyan, bárhol. Az előbbi Tóth Krisztina idézete, szeretettel köszöntöm Önöket, a Püspökladányi Petőfi Sándor általános iskola által szervezett második téli rege versmondó versenyünkön. Engedjék meg, hogy elsőként a főszereplőket, a versmondó verseny résztvevői, a versenyző óvodásokat köszöntsem egy nagy tapssal. Püspökladány város önkormányzatának nevében Vadász Ferenc alpolgármester köszöntötte a résztvevő gyermekeket és szüleiket. Tavaly volt szerencsém meghallgatni azokat a belsős előadásokat egy ilyen rendezvényen, és őszintén meghatott az az alapos felkészülés, amit a produkciók során bemutattak számunkra kisművészeink. Mindig örömmel veszek részt olyan rendezvényeken, ahol gyerekek a főszereplők. Egy tanulmányban azt olvastam, hogy az élő szóban hallott mesézés, verselés, mondókázás, éneklés különös töltetet hordoz magában, ami kapcsolatot teremt előadó és befogadó között, kisgyermek, szülő, nevelő között. És ez által biztonságérzetet ad, megnyugtat és felvinni. Kívánom azt mindannyiunknak, hogy a következő pillanatok bennünket is vidítsanak fel, és tényleg eredményezzenek maradandó élményeket. A rendezvényen Majosi Pálma, a Berettyói falui tankerületi központ igazgatója mondott köszöntő beszédet. Ti vagytok már azok, akik a rangidősök vagytok ott, ahonnan eljöttetek, és bejöttetek egy épületbe, ahol ti vagytok a legfiatalabbak. És szeptembertől ez lesz az a nagy csoda, amikor kinyílik az iskola kapuja, hogy megtanuljátok, hogy a nagyok itt is vigyáznak rátok, a tanítónénik ugyanúgy tudnak titeket szeretni, mint az óvónénik, és higgyétek el, hogy anyának, apának otthon sokkal nehezebb lesz, mint nektek ittben, akik megtanuljátok elolvasni azokat a csodálatos verseket, amit most óvónéni, anya, apa, nagymama, nagypapa, mikor ki volt otthon soros a családban, gyakorolt veletek. Ők ugyanúgy tudják, higgyétek el, tehát bátran nézzetek rátok, ha valakinek más szó jut eszébe. Viszont bemutatták nektek a zsűrit, de előttük csak olyan papír van, gyerekek, amit pontozni lehet. Senki nem tudja közülük, hogy pont milyen mondat következik abban a versben, úgyhogy nagyon bátran, nagyon ügyesen mondjátok el, amikor ideálltok, mert ti tudjátok a legjobban. Én azt kívánom nektek, hogy a hátralévő hónapokban játszatok nagyon sokat. Jön egy csodálatos nyár majd, ami reményeink szerint kellemesen meleg lesz, kapcsolódjatok ki szüleitekkel együtt, és utána bárhova mentek ebben a városban, találjátok meg azt a tanítónénit, azokat az osztálytársaitokkal együtt, akik közel állnak hozzátok, ahol a legszebb diákéveitekkel tölthetitek majd.
Ferenczik Nérábai Ágnes igazgató megnyitó beszédét, valamint az iskolások köszöntő műsorát követően kezdetét vette a verseny. Jégtündér alszik, Drégely László verse, hólepte tájon, süvítő szélben, ülnek a varjak fák tetejében. Alattuk némán, ahol az út van, jégtündér alszik, befagyott kútban. Őrzi álmát három szép csillag, ezüstös hold is feléjük ballag. Tél eleje, tél közepe, havas a hegyek teteje, sehol egy árva virág, zúzmarás a fán az ág. Ám tél után egy reggelen, csoda történik a hegyen, kibújik a hóvirág, s megreszen a fán az ág. Örömreszen ágról ágra, itt a tavasz nem sokára, kizöldülnek mind a fák, Isten hozott hóvirág. A produkciókat négy tagú zsűri értékelte, melynek tagjai Majusi Pálma, tankerületi igazgató, Karacsangelika, segítőkezek szociális szolgáltató központ intézményvezetője, valamint Karacs Tiborné és Szabóné Máté Mária magyar szakos pedagógusok voltak. A résztvevő gyerekek a díjak mellett vendéglátásban is részesültek az iskola jóvoltából, az eredményhirdetés előtt pedig kézműves foglalkozáson vehettek részt. Csomagokat készítettünk a gyerekeknek, az első három helyezettnek, a külön díjasoknak is, és senki nem távozik üres kézzel. Egy emléklapot és egy ceruzát és egy megvendégelést fogunk majd az óvodás gyermekeknek adni a műsor végén. Míg a zsűri elmegy ítéletet hozni, addig a gyerekeket két csoportra osztjuk, és a kolléganőim kézműves foglalkozással várják a gyermekeket, ahol aranyos kis ajándékokat készítenek, amit majd a végén haza is vihetnek. Jó, hogy látlak, hóvirág, megkérdezem tőled, mi hírt hoztál, mit üzensz? Erdőnek, mezőnek? Szebb a szányad szoparán, vita hír, madárka, úrfa kert már a tavasz, itt lesz nem sokára. Gazdag Erzsi, a bohóc köszöntője, Jancsi bohóc a nevem. Tányér a tenyerem, orrom krumpli, szeretnén, szeretném, ha szeretnél. Velem nevetsz, ha szeretsz, ha nem szeretsz, elmehetsz. Szívem, mint a cégtábla, ruhámra van mintázva. Kezdődik a nevetés, 10 forint a fizetés. Ha nincs pénzzel, ne neves, azt nézni nem elmehess.